Önök a médiás.com összművészeti hírmondót látják. Abban a komédiás kávéházban ülök, ahova a legtöbb művész egyszer biztosan betér. Ebéd, süti, kávé, újság. Beszélgető társaim azok az alkotók, akik a hazai kultúra teremtői és szereplői. A médiás.com a komédiásban. Én 86-ban kaptam az pont 30 éve az első hivatásos pantomim előadó művészi engedélyemet. Akkor ez nagyon divatos dolog. Akkor igen, a 80-as évek elején ez nagyon divatos volt, és nagyon sok csapat volt, a Centi, a Teáter Bolero, ahol megfordultam, a Pingvin pantomim, a Corpus, az Artus, mindegyik pantomim alapokon indult, akkor a Karsai, nem is tudom felsorolni. És részedről ez érzelmek kifejezése, jobb kifejezése volt az oka annak, hogy e felé fordultál, vagy volt valami előzmény? Nem, én beszédhibás voltam elsősorban, racsoltam. Én német óvodában tanultam az R betűket, és akkor a R betűket. És nem is jutott eszembe a prózai színház. Tehát, hogy oda keveredtem a pantomimet. Én annyira a színház se vonzott. Én azt szoktam mondani, amikor elkezdtem a pantomimet, hogy én azért mentem oda, mert nagyon jó volt a társaság, és nem lehetett megunni. És aztán persze a színház beszippantott, mint nagyon sokunkat. Úgyhogy én véletlenül keveredtem erre a pályára. Ahhoz képest egész jól csinálod. Igen, köszönöm. Milyen feladataid vannak ebben az évben? Most éppen a legújabb az Harold Pinternek a Születésnap című darabja, amit a Vénusz Színház mutat be a Fővárosi Művelődési Házban június 7-én. Ez az, amit éppen próbálunk, a próba folyamat felénél tartunk. Nemrég volt bemutatóm a Lengyel Intézetben, illetve a Puder Bárszínházban, de a Lengyel Intézetben játsszuk most éppen. Az egy nagyon izgalmas lengyel kortárs darab volt, a Koronázás a címe. Nagy sikerrel játsszuk, érdemes megnézni, júniusban lesz még belőle, 12-13-14-én. Aztán elkeveredtem a Veresegy Színházba, ott egy Naftalin című előadásban játszom. Előtte volt bemutatóm, ez most csak az ideit mondom, ami 16-os, a Gózon Gyula Kamaraszínházban Liliomfi, és előtte még egy Hókirálynő, egy ilyen utazós gyerekszínházban még volt egy Koldus és Királyfi. És emellett van egy csomó futó darab is, amiket valamikor bemutattuk, és akkor időnként játsszuk. Jó, de hát idáig el is kellett jutni. Légy szíves, valamennyit mesélj arról, hogy hogyan jutottál eddig a pontig, amikor egy évben 5 bemutatód van, és még 4-5 darabban játszol, és az egész évedet kitölti a kedvenced, amit a legjobban szeretsz, amiben a munkád, és az általad legjobban kedvelt tevékenység. Hát akkor csak nagyon röviden, hogy valóban 86-ban kaptam az első működési engedélyemet, akkor a Filharmóniánál kellett vizsgázni, előtte egy tanfolyam, egy két és fél éves iskola előzte meg ezt a papírt, ezt a diplomát, amit kaptunk. Aztán utána a Teáter Boleróba kerültem, Urai Péterhez, akit azóta is nagy mesteremnek tekintek. Ő elvitt engem akkor a Szkéné Színházba, az Arvis Ura Színházhoz, mozgástanársegédnek. Egyből kezdtük a Mester és Margaritát, ahol az első szerepem, ezt már biztos mondtam máshol is, sok-sok szerepet játszottam, mert felkértek, ha már a mozgásokba beleavatkozom, akkor csináljak, tehát akkor játszak is benne. És emlékszem, az első szövegem az a Betét regényből az lett volna, mint katona, hogy római prokurátort nevezni Hegemonnak, érted, vagy üsselek tovább? Nem vállaltam, hanem átadtam a katona kollégának, hogy ő mondja a szöveget. És hogy hagytad el a racsolást? Hát sok embert idegesítettem vele. Kerényné Kéri Margit énektanárnőnek sokat köszönhetek, mert az énekbe volt először, hogy már nem racsoltam, és aztán nagyon kemény, hát megbeszéltek mik a tanárok. Tehát azért, amikor én a prózai színházhoz keveredtem, akkor nagyon sokat dolgoztam azon, hogy behozzam a lemaradásomat. Egyébként ezzel kapcsolatban szoktam mondani, hogy kétféle színésznek van szerintem igazán lehetősége és hosszú utat megjárni azon a pályán. Az egyik az, aki zseni, és mindent tud. Ebből kevés van, én sem tartozom ezek közé. A másik pedig az, aki nagyon sok oldalon képzett. Tehát sokat kell dolgozni rajta, és ennek a kettőnek van esélye szerintem hosszú távon működni. Én a második út jutott nekem, hogy tanuljam folyamatosan. Milyen állomásai voltak még ennek az útnak? Hát ugye kezdődött a pantomim, akkor utána, amik ilyen nagyon fontosak voltak, a Bolero, az Urai Péter, aki egy egészen más gondolkodásmódot
ültetett belém, akkor az Arvis Ura Színház a Szkénébe át ott egy fantasztikusan jól működő műhely volt. Ott az utolsó vonal, az Arvis Ura, akkor az Andak Színház, az Artus, tehát nagyon sok olyan nagyon komoly alternatívnak nevezhető színházi műhelybe játszhattam, ahova hívtak, és tehát azon ott nagyon sokat lehetett tanulni. Aztán előfordultam én közszínházakba is ittottam ott, de mondjuk az Éles Béla a Budaörsi Játékszínbe hívott 99-ben, és aztán ott egészen, tehát a Bélánál, akkor utána a következő igazgatónál, a Salamon Subánál, aztán még a Frigyesénél a legújabb igazgatónál is játszottam, tehát ilyen 20 bemutatom körülbelül volt ott ilyen 15 év alatt, 14 év alatt. És aztán azóta most megint, most az a színház, az most éppen nem tart rám igényt, de ezzel nincsen semmi bajom. Most újra ezek a kis szabad színházak, akik hívnak, játszom és jól érzem magam velük. Nagy lehetőséget kapsz ezáltal arra, hogy sok színű palettán játsz mindenféle figurákat, amit talán egy társulatban nem lehetne, hiszen ott előre elhatározott éves tervek vannak. Hát én azt gondolom, hogy egyébként én nem voltam soha társulatban, mármint úgy, hogy szerződésben. Tehát azért egy magamfajta színésszel akármelyik színész, színház jól járna, hiszen egy gázsiér egy olyan ember kap, aki rengeteg féle szerepet el tud játszani, de most ezt így komolyra fordítva, valóban szerencsém van, hogy mindig olyan munkák találnak meg, amik kisebb, nagyobb szerepek, és én nagyon szeretem a kettőt vegyíteni. Tehát, hogy van, amikor kell a terhelés, tehát, hogy hú, de jó, hogy most ezt játszom, mert tényleg komoly feladat, és akkor nagyon örülök, amikor van egy-két olyan becsúszó előadás, ahol, mint most például a koronázás, ahol egy beteg asszonyt játszom, két jelenetem van, sikeres a két jelenet, de az egész előadás is szerencsére. Mit gondol önmagáról most Stubnya Béla, aki egészen máshonnan indult, és lett belőle egy ismert és sikeres színész, akire rácsodálkoznak, ha meglátják egy-egy darabban? Csak a végével értek egyet, hogy ismert, meg sikeres, ezt nem tudom, hogy mit jelent, hát te ismersz, ennek már örülök. Az, hogy rácsodálkoznak, annak is örülök, mert nagyon sokan vannak, akik hát nem láttak még, vagy nem, és akkor, hát ki ez, hát hol 54 éves pacák, és még nem hallottunk róla, 30 éve itt van a pályán. Sokan vannak ilyenek, ez se zavar engem. Egyébként alkatomnál fogva képes vagyok olyasmire, mint ahogy játszottam is, hogy még egy darabon belül még 8 különböző karakter, de mindegyik jelentős, tehát nem valami kis feltűnik, hanem jelentős jeleneteket csinálok, és biztos vagyok benne, hogy van olyan néző, aki a Tapsnál azt mondja, hogy hát ahol többi színész, hol van, nem jött ki. Ennek vannak hátrányai előnye is, hogy nem vagyok annyira megjegyezhető. De én például a színházba az előadás miatt járok, és azt szeretem, ha engem is az előadás miatt néznek, nem pedig Stubnya Béla miatt. Félek némi elégedettséget kihallani a hangodból. Jól hallom? Nem vagyok panaszkodós, és én azt gondolom, hogy igen, szerencsés vagyok. Tehát jó dolgokat csinálok, nincsen semmiféle hiányérzetem. Tehát tényleg nincs, komolyan, nagyon jól vagyok.